Várjál, kívántál sok sikert? Azt a... Ne zavard, mert jó szektor talán. Hoppá! Jó, jó, nem kell bedühödni. Hát az, az igazság, hogy már a mérkőzés előtt nem videóztam, de feltérképeztem, és láttam azt, hogy az ellenfelem sokkal jobb képességekkel rendelkezik ebben a sportban. Úgyhogy próbáltam valami kis taktikát kitalálni, hogy tutira menjek, hogy ne hibázzak olyan nagyokat a dobásoknál. Ez az első fordulóba be is jött, de én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy csak a stresszesebb volt a másik oldal, és nekem igazából sok veszíteni valom nem volt. Aztán realizálódott ez a helyzet, és igen, kikaptam ebben a helyzetben, ebben most. Nagyon rosszul élem meg, úgyhogy most majd hazamegyek, megpróbálok valahonnan szerezni egy dárztáblát, és majd gyakorolok. Hasonlóképpen rossz, mint hogyha a kézilabda pályán kaptál volna. Nem, de hogy nem, mert ahhoz elvileg értettem, szóval ahhoz volt valami kis közöm, nem, ezt el tudom fogadni, hogy ebben nem vagyok annyira jó, de én régen szerettem nagyon a dárcozni, és megmondom őszintén, hogy én most is szerintem ez egy tök jó sport, az ember otthon el tud dobálni, vagy haverokkal, ez egy jó kis társasági sport számomra, úgyhogy én csípem ezt. Gyönyörű triplával kerekített dupla 12. Nem akartam észrevenni, én azzal foglalkozom, hogy méltó legyen a búcsú. Miért gondolod azt, hogy ebből búcsú lesz? Nem tudom, ez csak egy rossz megérzés. Ez triplákat dobálok. Igen, hármast. 19. Arra emlékszem, hogy a válogatottnál, amikor együtt voltunk, mindig volt egy pár srác, aki alig várta, hogy este nézhesse ezt a sportot a tévében, és szurkolhassa. Én ennyire nem voltam benne. Én inkább ez a kocsmai dárcos voltam, hogyha egyszer eljutottunk, főleg amikor még Dániában játszottam, az 2007 környékén volt, szóval 15 évvel ezelőtt, akkor én sokszor volt az, hogy az edzések után ezzel vezettünk le, vagy így beszélgettünk még, és így csapat összehozónak, ez nagyon jó volt. Micsoda? Megvan a harmadik. Szép volt.